Az Életkezdet Szakmai Egyesület újból ingyenes rendezvényt tart a szoptatás hete alkalmából a Pomázi Művelődési Házban. A rendezvény egyik lelke mozgató motorjával beszélgetünk. Kedves Erzsébet, ez a rendezvény ugye már tavaly is volt, meg még jó néhányszor. Hagyományá válik Pomázon, bemutatkoznék Szakrovisi Dalin, és én Fel Erzsébet vagyok, az Életkezdet Szakmai Egyesület elnöke. És pomázi székhelyű az egyesület, és ezért gondoltuk, és látjuk jónak, hogy a pomázi anyukákat, családokat minél bőségesebb információval ellátni a szoptatás terén körül. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a pomázi önkormányzat ezt támogatólag segíti az egyesületünket, a tevékenységünket, a művelődési házban is a dolgozók maximális segítséget nyújtanak, és különleges alkalom ez most nekünk is, mert a Debrecenből az Ádám, dr. Ádám Borbála és a dr. Kovács Judit fognak érkezni, és ők is támogatják az egyesületet, az egyesület tagjai, motorjai, szellemi vezetőink. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen emberekkel nagyon ritkán lehet találkozni, akik az eredője, az 1992-ben kapta Debrecen az első bababarát címet Európában, kórház címet, és a doktornők azok, akik ezt véghez is vitték. Tehát megvalósítottuk, én magam is ott dolgoztam, tehát innen ez a lendület, ez a lelkesedés és a tisztelet irántuk. Hát ez nem csodálom egyébként. Ugye a tavalyi rendezvény is sikeresnek mondható, itt voltunk, láttunk. Idén is hasonlók az elvárások és remények? Nagyon, és most egy kicsit ilyen mozgalmasabbá is tesszük, hogy szerepeltetjük a kisebb gyerekeket, bemutatjuk azokat az anyákat, akik zenével tudják segíteni egy kis mozgással a hordozott babákat. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy aki eddig még nem indult el, az induljon el. Hát ezt mi is csak melegen tudjuk ajánlani. Egyébként az, hogy mennyire fontos ez a rendezvény, nyilván az is mutatja, hogy a polgármester úr fogja megnyitni. Ugye tavaly is arról beszéltünk, hogy ez a kisgyerekek és az anyák életében ez meghatározó ez az időszak, amikor ugye a kisgyermeknek a szoptatásának az ideje van. Ez a fontosság valószínűleg nem változott azóta, viszont hogy érzi, hogy a lakosság, illetve az emberek körében ennek a megítélése változott-e? Tehát fontosabb lett-e, vagy ugyanolyan maradt, mint amilyen volt? A szoptatás az egy biológiai norma, tehát ettől eltérni, amíg a világ, ettől nem lehetne. Itt a probléma nagyon sokszor az, hogy a nem kellő információhoz jutnak az anyukák, és ezért hangsúlyozzuk ezt, hogy itt szakemberként tudjunk utat mutatni. Az egyesületünk honlapja is szoptatásiútmutató.hu, és itt egészségügyi szakemberek dolgoznak az egyesületben, aktívan dolgoznak, nyugdíjas korúak a doktornők már, de ők is aktívan dolgoznak, kiadványokat készítünk, tehát ezekkel próbáljuk így felhívni a figyelmet, hogy a hiteles információhoz tudjanak jutni. Nem beszélve arról, hogy ez a szoptatási időszak, ez egy kiemelten fontos az anya és a gyermek kapcsolatában is. Testi, lelki kapcsolat meghatározó, hogy anyatejjel táplált, hogy szopik, és ebben segítjük az anyukákat, hogy ez meg tudjon valósulni. Hát remélem, hogy ez az idei rendezvény is sikeres lesz, valószínűleg ugye a program, egyébként tényleg a programban mi is fog elhangzani, mi fog történni. Hát itt a doktornők beszélnek a szoptatás fontosságáról, képeket mutatunk, interaktív lesz, a nézőközönségtől is várjuk a kérdéseket, és ők ezt válaszolják, tehát nagy érdeklődést várunk itt, hogy egy kicsit így közelebb hozzuk, emiatt terveztük így nem előadás szinten, hanem egy ilyen interaktív beszélgetések. A szülész doktor Boros Judit doktornő is részese, és ő meg így humorosan próbál itt a szoptatás születés körül történeteket elmesélni, tehát bízok benne, hogy az anyukákat ez így érdekli, vagy ez is érdekli. Majd tervezünk egy rajzversenyt, ami itt zajlik is, itt fog történni a rendezvény alatt. Itt a gyerekeket rajzoltatjuk és díjazzuk.
tehát itt nagyon fontos, hogy akkor aki rajzolni szeretne, a címet, a témát az itt a helyszínen kapják meg. El lehet tudni, hogy mi lesz a téma, vagy ez meglepetés? Meglepetés lesz, hogy mi lesz a rajzok témája, és akkor itt a végén kiállítjuk és díjazzuk őket. Köszönöm szépen, itt a rendezvényünkön. Az Életed Szakmai Egyesület mutatkozik be azoknak, akik még nem ismerik őt, és szeretnék felhívni a figyelmet a szoktatás fontosságára. A Szoktatás Világhete van ma. Ez egy hagyományt teremtő nagy kormányzat, önkormányzati támogatással sikerül mindig rendezvényeket szervezni. És nagy megtiszteltetés ért minket most. Debrecenből a mentoraink itt vannak, a dr. Ádám Borbá, aki a saját nevét. Egy pici történelem, hogy Debrecenben a Szülészeti Klinikán 1992-ben elnyertük Európában az első babbarát címet, és itt ők a mentoraink, mi annó ezt megvalósítottuk gyakorlatban az osztályon. Nagyon fontos lenne az anyukákat a gyakorlati szinten tanítani, tehát nagyon sok elmélet és információ kering a világban, amit nagyon nehéz nekik megszűrni. És ezért dolgozunk, és ezért hívjuk fel magunkra a figyelmeket. Kiadványokkal azt kérem mindenki vigyel, ez a legújabb és ennek most megjelent az évben. Kiadványunk, hogy egy kicsit átfogóban itt a születési szoktatás körül. A Borosudi doktornő fog még előadást tartani, szülés doktornő, és egy picit más oldalról közelíti most a születés és a születés körüli történeteket. Nagy szeretettel fogadtam itt az ötletet, hogy a gyerekeket hívjunk, óvodásokat hívjunk, táncoltassuk őket. Nekik is fontos egy picit, ha csak félfüllel hallanak a szoktatásról, már a jövőnek valami mutattuk, nincsen állhatunk. És nagyon várjuk a szereplésüket. Várunk még táncosokat, itt a hordozásra is fontos szerepet akarunk irányítani, figyelmet akarunk irányítani, és jönnek majd ők is, és bemutatják, hogy hogyan lehet mozogni a hordozókendővel, a gyerekekkel, zenére, táncra. Nagy segítségünkre van a Családcentrum Alapítvány elnöke Somogyi Tíme, aki moderátorunk a rendezvényeinken. Az Anyák az Anyákért civil szervezet támogat bennünket, és mi is próbáljuk szakmailag őket támogatni akkor, amikor ezt tehetjük. Átadom a mikrofont a témának, ő fogja itt a napot levezényelni. Polgármester urat felkérjük és köszönjük, hogy megtisztelt minket rendszeresen rendezvényeinken. Nagyon szépen köszönöm én is a felkérést, még mindig nagy szívvel és lélekkel jövök ide Pomázra, és akkor át is adnám a mikrofont Eidinger István polgármester úrnak, akit felkérünk, hogy nyissa meg a mai rendezvényt. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm Önöket a rendezvényen, és hát nagy szeretettel köszöntöm Debrecenből érkező kedves vendégeinket, akik, mint az előbb megbeszéltük, már hazajárnak Pomázra, mert már nagyon sokat jár a találkozunk itt, és természetesen találkozom velük is, sőt a tévén is láttam őket a minap, amikor a televízió bemutatta az Oktatás Világhetének a kezdő rendezvényét, és örömmel fedeztem fel őket. Pomázon durván egy hónappal ezelőtt elindítottunk egy hatalmas nagy csapadék vízelvezetési beruházást. Mielőtt azt hinnék, hogy mesütött a nap és hülyeségeket beszélek, mert ez egy másik rendezvény, gyorsan el is mondom, hogy ezt most miért mondom. 350 millió forintért levezetjük a hegyről a csapadék vizet a patakba. És hogy a terméket kemények szakhatósága, hatósága engedélyeztetni kellett, tervek készültek. Tehát az egészet az előkészítés egy jó 3 éves munka volt. És ezután én követettem az 1800-as évekre készült vízkataszteri térképét a településnek, és összevetettem a tervekkel.
Hát képzeljék el, majdnem ugyanaz van lerajzolva most a tervekben, mint amit 1000 évvel ezelőtt kialakított a természet, és levezette a vizet a hegyről. Csak az elmúlt mondjuk 100 évben az ember ebbe beavatkozott, betemette azokat a vízzel vezető árkokat, ahol ez le volt vezetve, házakat épített rá, utána csodálkozott, hogy elöntötte őt a víz, akkor bejött a polgármesteri hivatalba, azt tart fel, hogy elöntötte őket a víz, és akkor most az önkormányzat pedig 350 millió forintért elvezeti a csapadék vizet, gyakorlatilag majdnem ugyanazon a nyomvonalon. Tehát ez az, amikor az ember úgy beavatkozik a természetbe. Most úgy kapcsolódok ide vissza, hogy ha valami mondhatunk, hogy ősi dolog, hát az gyakorlatilag a szoktatás, a gyermeknek a felnevelése, táplálása, hát ennek is van egy kialakult rendszere, amit az ember elfelejtett, lustaságból, tudatlanságból, vagy pontosan más miatt, és jöttek mindenféle ilyen pótszerek az anyatejétől függetlenül, ami vagy jó lett, vagy nem. Ez a rendezvény, ez pont azt szeretné kihangsúlyozni, hogy hát persze van egy jó kitalált természetes rendszer, hát akkor azt kell igénybe venni, azt kell használni, és semmi biztos, hogy nem lesznek olyan következményei, mint hogyha mesterségesen beavatkozunk a gyerek születés után ebből egy táplálásra. De hát azt kell mondanom, hogy ez még mindig csak a második lépés, hogy amikor arról beszélhetünk, hogy szoktatás meg gyerektáplálás. Hát évek óta ott vannak a rémisztő statisztikák, hogy fogynak a gyerekek, egyre kevesebben születnek Magyarországon. Ilyen családbarát kormány még sose volt, és ennek ellenére csak azt látjuk, hogy nem javul a demográfiai helyzetünk. Hát ennek is ugye meg kéne nézni, hogy mi az oka, hol avatkozott be az ember ebbe a rendszerbe, és mit rontott el az ember ebbe a rendszerbe, hogy ide vezetett, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Hát akkor ezekkel a nagyon messzire nyúló és mélyen szántó gondolatokkal megnyitom a rendezvényt. Kívánom, hogy hasznosan töltsék el az időt, kívánom, hogy sok szakmai információ cseréljen gazdára, és mindenki majd utáhozzon, hogy mikor lesz a jövő évi rendezvény, hogy minden előtt visszajöhessünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Yeah.
Povázi művész rajzolta. Köszönettel Pomáz város első emberének az Életkezdet Szakmai Egyesület támogatásáért. Az eljövendő generációért dolgozunk. Sok szeretettel, Saprói Szid Aliné és Éter Erzsébet Böbe. Köszönöm szépen. Közeléket meg nem. Hát én ezt nagyon jól akartam csinálni, és akkor beosztottam szépen, hogy volt a 3 órás mellem, meg a 6 órás mellem. Igen ám, de amikor 6 órakor nem szopott, akkor nem tudtam, hogy mit csináljak, és jött a 9 óra, és akkor a 9 órás mellől adtam neki enni. És akkor most ez lett, és akkor most nem tudom, hogy mit csináljak. És akkor jött vele a nagymama, aki az ő anyósa volt, és akkor mondja, hogy hát én hiába magyaráztam Desdemónának, hogy a Ricardo, ő tudja, hogy mikor akar szopni, és mindig a következő mellből kell, ami éppen telődik. De hát a védőnő más mondott, mert a 3 órát azt hangsúlyozta, és akkor most így járt a szegény lány. Na hát a szegény lánynak akkor segítettünk kifejni a mellét, a másikat is, és elmagyaráztuk, hogy milyen az igény szerinti szoptatás. Mert ugye ez még az a világ volt, amikor az egészségügyi dolgozók, akik ővelük foglalkoztak, az orvos, gyerekorvos, a védőnő, meg a csecsemős nővér, ők akkor tanulták ezt a régi új módszert, amit majd, amiről majd fognak mesélni, hogy tulajdonképpen az a tanulatlan, sőt még írástudatlan nagymama, ő tudta jól, hogy hogyan kell szoptatni a gyereket.
Csak hát ugye a mi fehér köpenyes tekintélyünk sok mindent el tudott rontani. Úgyhogy itt is szeretnék hivatkozni a polgármester úr történetére, hogy bizony-bizony a természetet nem tudjuk megerőszakolni. És sokkal jobb, hogyha hamarabb elkezdünk gondolkodni, és visszatérünk arra, ami már évmilliók alatt bevált. A gyerekeknek mindig örülni kell, mert mindig örömet hoznak, és én nagyon boldog vagyok, hogy akkor jól döntöttem, mert ugye én láttam asszonyokat, nőket, akik adott szituációban máshogy döntenek, mert máshogy képtelenek. Én ezeket a helyzeteket nem minősítem, de nyilván nagyon szeretném, hogyha minden gyerek megszületne. Ez nem sikerült talán annyira vidámra, mint amit elmondtam, vagy amit terveztem, és nem is volt annyira a szoktatásról szó, de az Életkezdet Egyesületben benne van a születés és születés körüli történetek is, és hogy milyen emberek vagyunk mi, akik ezzel foglalkozunk, talán egy kis képet bemutattam róla. És akkor született egy Innocenti Deklaráció néven elég ismert egy ilyen állásfoglalás, aminek az volt a lényege, hogy rengeteg tennivalónk van az egészségügy területén, tehát az egészségügyi dolgozóknak a segítőkészségét és a udvarias segítőkészségét, tehát tisztelettudó segíteni tudását kellene fokozni, hogy mindenki számára, tehát kivétel nélkül minden társadalmi osztály számára rendelkezésre álljon a segítség a jó kezdethez a szülészet intézményekben és a folytatáshoz oda-haza. Hogy legyen a társadalom elfogadó, tehát ne legyen kifogásolható az, hogyha valaki közterületen szoktat. Tehát én ehetek az étteremben, a kisbaba meg nem ehet, mert szégyen szemre Anikát ilyenkor megbélyegzik. Hogy legyen a családban segítség, tehát ne az legyen, hogy én oda-haza úgyis otthon vagy, csináld meg a, nem tudom mit is. Tehát főleg az elején, ugye ezt, aki próbálta, az tudja, hogy teljesen nem kíván a gyerkőt az első hetekben, hónapokban, sőt egy kicsit még tovább is. Legyenek olyan munkahelyek, amik biztosítják a lehetőségét annak, hogy az anyának ne kelljen választani a munkahely és a család között, hanem tudja szoktatni akár úgy, hogy legyen a közelbe valami bölcsöde vagy ilyesmi, hogy tudja szoktatni munka közben is a gyerekét, vagy legyenek lehetőségek részmunkaidőre, illetve most már ugye az online dolgozás is sokfele sikeres. És legyenek felülről kormányzati intézkedések és jogszabályi védelem a szoktatás ügyében. Hát itt Magyarország sok mindent tett, mert már évtizedek óta ugye a gyesgyet, stb. Az megvan, de ennek az összege legyen olyan, hogy újfent ne kelljen választani a munkahely és a család között, és jogszabályilag szabályozzák a tápszermarketinget. Mert sajnos ez nagyon sokat tud ártani nekünk, hogy a jó színben tüntetik be. Na most mire ez a sok hűhó? Ezért adnám hát a szót kolléganőmnek, hogy mik is az előnyei a szoktatásnak. És polgármesterül nekem is a szívemben szólt, hogy ne akarjuk a revolúciónál okosabbak lenni, amit bizonyította a természet. Azért vagyunk itt. Én segítséget fogok kérni majd a továbbításból inkább. Azzal kezdem, hogy amikor az elnök asszony megkér bennünket, hogy beszéljünk arról, hogy miért fontos a szoktatás, mi egy kicsit vonakodtunk, hogy jobban szeretnénk egy kis beszélgetést egymással. De aztán csak elkezdtek készülni, mert mégiscsak ünnepelünk, és az ünnepeltnek a szoktatásnak kiáll egy kis dicséret, és lehet, hogy fogok említeni olyan gondolatokat, ami elősegíti a beszélgetésünket. Kolléganőm már beszélt a történetről, de én is mondanék néhány szót. Menjünk vissza az időbe, több évszázadot, akár a középkorig, és akkor azt látjuk, hogy a szoktatós gajkáknak a megléte arra utal,
hogy a szoktatást nagyon fontosnak tartották. Ugye régen nem volt biztonságos a szülés, nem volt császármetszés, és az sajnos előfordult, hogy egy anya a szülésben meghal, és akkor az a kisbabának nagyon fontos volt, hogy találjanak egy szoktatós dajkát. Hát persze olyan is előfordult, hogy tehetős úriasszonyok tudták ugye, hogy fontos a szoktatás, de ők maguk ezt olyan kalantas dolognak tartották, és ezért szoktatós dajkát alkalmaztak. Mi a helyzet azokkal a babákkal, vagy azokkal a gyerekekkel, akiket elhagytak a szülők, vagy árván maradtak és árvaházakba kerültek? Hát nekik az életük attól függött, hogy találtak-e szoktatós dajkát, vagy nem. Ha nem találtak, akkor előbb-utóbb megbetegedtek, és nagyon sokan közülük nem érték meg a felnőttkort. Egyébként a gyerekgyógyászat maga is az árvaházakból fejlődött ki, hogyan? Úgyhogy próbálták ezeket a gyerekeket életbe tartani, és kerestek valami olyan táplálékot, ami legjobban hasonlít az anyatejhez. Ahogy fejlődött a tudomány, a kémia, akkor összeöltöttek egy csomó különböző anyától származó tejet, egy nagy edényben, kivettek belőle egy részt, és megmérték, hogy milyen az összetétele, meg a fehérje, szénhidrát van benne, és hogy megpróbáltak anyatejpótlót készíteni, és ez sikerült. Sikerült életbe tartani ezeket a gyerekeket ezzel. És nagyon tudományosnak és nagyon modernnek tűnt, mert ugye mérték. És ugyan az anyagcsere betegségekkel, meg az anyagcsere tudományával is meghatározták, hogy mennyit kell enni egy babának, hogy ő. És hát a baj abból származott, hogy azokat a szabályokat, amit a mesterséges táplálásra kifejlesztettek, visszavetítették a szoktatásra. Nem szabad éjszaka szoktatni, csak 3 óránként, stb. És én is nagyon boldog vagyok a polgármester úr szavai után, hogy milyen jól megláttam. Éppen ezért csökkent a szoktatási trend, egyre kevesebben szoktattak, és sajnos azokon a helyeken, ahol elmaradott országokban élnek a gyerekek, nagyon sok babának meg gyereknek a halálát okozta a mesterséges táplálás. Az imént zajlott le a szoptatás hete alkalmából rendezendő ismeretterjesztő előadás megnyitója a Művelődési Házban. Az a rendezvényt Leidinger István polgármester úr nyitotta meg, ami számomra azt jelenti, hogy ez a polgármester úrnak is és a városnak is egy fontos rendezvény. Fontos rendezvény, ez visszatérő rendezvénye a városnak, és hát mint látható, hogy Debrecenből majdnem mondhatom az ország minden tájáról jöttek érdeklődők, és vesznek részt ezen a programon. Talán azt is mondhatjuk, hogy a második hazája Pomáz ennek a programnak. Így örömmel veszük mindig, amikor bejelentkeznek, hogy jönnek. Ugye most a szoptatás világhete van augusztus 1-ével kezdődően, és hát ezt ünneplik. Ez egy szakmai egyesület, akik szervezik, és nagyon lelkesek, és hát igazából az édesanyákat abba az irányba próbálják terelgetni, hogy a gyermeknek, az újszülöttnek a természetes táplálás, ahogy ezt Jóisten megteremtette, ezt így kell véghez vinni, és nem ilyen mindenféle tápszer, meg egyéb pótszerek segítségével, mert hogy akkor lesznek életerős, egészséges gyerekek, fiatalok, felnőttek. Hát reméljük, hogy ezt a tanácsot ezt sokan meg fogják fogadni, már csak azért is, mert ugye a városnak a sok egyéb más történése mellett ez egy polgármester szempontjából talán nem annyira kiemelkedő program. Hát talán mindennek az alfája, ha azt vesszük, mert hogyha egészséges a felnövekvő nemzedék, akkor kevesebb probléma van velük a bölcsödébe, az óvodába, az iskolába, kevesebb probléma van az egészségügyi ellátásba, tehát gyakorlatilag minden összefügg mindennel.
ez kétségtelen. Ugye, ahogy a megnyitójában is említette, lassan valamilyen formában vissza kellene térnünk ugye ahhoz a természethez, aminek valamilyen, valamikor valamiért hátat fordítottunk. Hát igen, amikor úgy mesterségesen belenyúlunk a természet dolgaiba, az általában nem szokott jól kisülni. Ugye hát ez a kis példa, amit elmondtam, ezt is nagyszerűen illusztrálja, de hát mondhatom azt, hogy mikor volt ez talán a 70-es években, amikor hirtelen azt mondták, hogy nem is olyan fontos az anyateljes táplálás, mert mindenféle csodatápszer van már, amit elő lehet állítani, és ilyen nem túl bizalomgerjesztő fehér porok voltak mindenféle ilyen ovális dobozokba, és ugye hatalmas fejű gyerekek képződtek utána. Hát ami a baj, hogy most lehet, hogy ők a döntéshozók. Akkor ez egy járulékos veszteség. Ez egy járulékos veszteség. Reméljük, hogy sok anya megfogadja ezt a tanácsot, és mindenki megszívleli azt, hogy nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is egy záloga ez tulajdonképpen.